Sziasztok! Bármikor kerül elő a bambuszos téma, mindig van két-három ember, aki elmondja, hogy mennyire borzasztó ez a növény, mekkora kárt tud képes csinálni, feltéri a betont, a ház alapját tönkre teszi, felborítja az egész házat, a kocsit felszúrja, meg egyéb hülyeségeket. Nos, ez természetesen nem igaz. Ez akkor fordulhat elő, de gyakorlatilag bármelyik növénynél, hogyha mindenféle tudás nélkül csak megvásároljuk és elültetjük a kertünkbe. Ezt az itt látható telepet, majdnem napra pontosan 17 évvel ezelőtt telepítettem. És mint látható, körül van határolva. Na most ez a határolás. Ez egy műanyag hullámlemez. Hát a vastagságát meg se tudom mutatni. 1 mm-es írnak, de gyakorlatilag még 1 mm vastag sincsen. És ezen nem képes áttörni. Akár merre megyek körbe sehol nem jött ki belőle. Tehát ott van belül a sárga, azt ültettem bele, a zöldet azt kívülre ültettem, az nincs határolva. De a zöld és a sárga az nem keveredik. Hát a zöld nem megy be, a sárga pedig nem jön ki. 60 cm mélyen van egyébként ez a hullámlemez. És nem, nem képes átbökni, tehát a műanyagot sem. Hát hogy lenne képes átbökni a betont? Itt van ez a másik telep is, ezt pedig 10 évvel ezelőtt telepítettem, és már innen is jól látható, hogy sehol sem szökött meg. Itt egyébként 70 cm mélyen van a hullámlemez. Ez már egy óriás bambusz, és még ezt sem képes átbökni, ez az 1 mm-es hullámlemez, pedig már azért itt vannak jó kis szárak, ilyen 5 cm átmérőjűek. A csak neki ütközik, aztán elfordul. Az ilyen téves állításoknál gyakori probléma szokott lenni, hogy a tényeket összekeverjük. Tehát ugye az szokott lenni az állítás, hogy felteri a betont is. Na most ez a baloldali, ez a beton. Ez a jobb oldali pedig az aszfalt. A betont semmelyik növény nem képes rongálni, semmelyik növény nem képes feltörni az aszfaltot, pedig az összes növény képes feltörni. Például még a füvek is. Az aszfalt esetében elegendő egyébként csak a kerékpárutakra gondolni, hogy milyen gyorsan és könnyedén tudnak sérülni, például a kerékpárutak mellé telepített fák gyökerei miatt. Magyarországon egyetlen fényképes bizonyítású kártételt láttam, amelyet bambusz okozott épületek esetében. Az pedig az volt, amikor a lábazatnak a szigetelése alá kúszott be teljesen észrevétlenül, és a teljes szigetelés alatt végigment. És ezt csak úgy vették észre, hogy az egyik ponton egy picit fel volt púposodva, és amikor kibontották, akkor vették észre, hogy a bambusznak a rizó mája vastagon beszőtte a lábazatot. Tehát ott is a kártétel nem amiatt volt, hogy leborította az egészet, ledúrta róla, hanem észrevették, és le kellett bontani az egészet, és újra csinálni. A maga ez a kártétel volt. Tehát mielőtt bárki megriadna, vagy azonnal beleszeretne ebbe a csodás növénybe, mindenképpen olvasson utána, de nagyon sokat. És nem csak ezzel a növényel kapcsolatban, hanem minden növényel kapcsolatban. Először utánolvasás, azután a vásárlás és telepítés.